Egyelőre továbbjutási, csak időről való osztásra engedi ezt a részt. Érdeklődöm, hogy tudunk-e valamit a szárazalanításra, mert itt a hátsó részben, ahol mi dolgozunk, van egy kettő vastagabb kábel, ami jégre csepegy. Nehogy a srácok véletlenül valami tudok elefussít a vétel. Arra, merre elmentet a gödidejét tenni, azt mondja, hogy ez teljesen megkerülhető arra fele, és hogy ott is van valami tűzött hátul. Így van vétel. A polgárkölt különösen, hogy be lehet jönni a kis oldalához. Ez már egy bossz telepítő, az utáni a gyármondás szerint. Hát kolottok. Egyelőre már két csodán dolgozik, és elvileg tovább is érdekel arra felé, amire mondtam, hogy megakadályoztuk azon a lépben, amit itt látunk, Péter. Kókétel egyettek jelentkezve vétel. Mutatta a kontrollítok az előtte elvette elmedik egy tárcsor 50-es a terület, a tüveinten terület. A KMS a tulajdonos tájékoztatás alapján. Ezen van egy 150 méter alapterületű csarnok, ez teljes területben ég. Érdeklődő, a második alapba mehet-e a víz? Tehát a tűz négy alapvezetéken, 13 térsugárral, az oltás a tűzoltás a folyamatban, a közöltáros a folyamatban valamint. Ott jött meg a fák itt fölül megint. A Puniancéklán a 32-esnek a szóvidő meleg védőitlannal indul a helyszínre. Várok 15 fogéltal. Vételem vagyok, a gázművek lakadóra én nem tudom, hogy csak el kell készülni vétel. Jó, tehát.